Tényleg egy hosszú távú háborúra rendezkednek be. Kinek? áll ez érdekében, és talán akkor kezdjük onna, hogy te most már egyre többet beszélsz az úgynevezett hajlandóak a készségesek ország koalíci koalícióiról. koalícióiról, talán akkor kezdjük innen, hogy ez mit jelent, és egyetlen hogyan kapcsolódik a háború elhúzódásához. Hát a készségesek koalíciójának a kérdését már tavasszal, tavaly tavasszal is felvetették, amiben jól látható módon Lengyelország, a balti országok, az Egyesült Királyság az Egyesült Államok és Románia azok közé az államok közé tartozott, akik olyan sokkal keményebben fogalmazták meg a mondani valójukat. Most már azért látszik, ugye, ahogy a Orbán Viktor is elmondta, hogy a béketáborból szépen átszivárogtak a, a háborús táborban sokan, azok közül, akik valamikor tavasszal még mindenáron a, a béke mellett érveltek. A, ez a és akkor azt láttuk a tavaszi időszakban is, hogy ott a, a, a lengyelek például vártak egy olyan amerikai döntésre, hogy őket megengedik-e, hogy nyugat-ukrajna irányába el tudjanak indulni és ugye erre nem kapták meg az amerikaiaknak a, a, az engedélyét, és a, 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 aki figyeli a híreket, vagy a lengyel hírekbe beleolvas néha, vagy a balti lapokat egy kicsit végig uh, lapozgatja, akkor azt lehet látni, hogy egy elképesztő feszült állapot van. Uh, én olyan újságcikket is olvastam, ahol az elemző azt mondta, az se baj, ha elveszítik, de most van itt az ideje, hogy hogy Oroszországon most lehet történelmi remansot venni, mo, most lehet csapást mérni rá, ki kell használni ezt az alakamat, tehát van egy elképesztően felfokozott állapot, a lengyelek esetében az azt is jelenti, hogy ők elkezdték a hadseregüket elképesztő mértékben fejleszteni, ugye több mint kétszeresére fogják ezt emelni, ugye ők az elsők, akik a 3%-ot el elérik, most meg nyár 4% lesz egy-két év múlva, de a tervei között szerepel, hogy a GDP 5%-át fogják a haderőre fordítani, ami azért körülbelül hasonló nagyságú eszköz, pénzügyi eszköz, mint egy háborúban álló országnak a, 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 a fegyveres költségvetése, vagy a, a hadseregre fordított költségvetése. És akkor ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, hogy hogy vajon mi a távlati cél. Az látszik, hogy a lengyelek az Egyesült Államokkal való szoros együttműködés kapcsán, és akkor itt ne felejtsük el, hogy az Európai Unió és Lengyelország között, a vezetése és a Lengyelország között van egy súlyos konfliktus, amiből a lengyelek szerintem az Egyesült Államokkal való még szorosabb, még mélyebb együttműködéssel, az amerikaiakkal a hátuk mögött, a britekkel a hátuk mögött, a baltiakkal a hátuk mögött, azért majd próbálnak egyfajta revansot venni elsősorban Németországon, mert azért van egy súlyos lengyel-német szembenállás egymással, de az Európai Unió többi országán is, amiért ilyen mértékben támadták Lengyelországot, és én szerintem egy európai középhatalom terve körvonalazódik a lengyel vezetőknek a, a fejében, amiben esetleg még különböző, tehát eddig ugye a német-francia együttműködés volt a motorja, úgymond a, a, az Európai Uniónak, és, és ők így bejelentkeztek, nem csak hogy harmadik félként, hanem lehet, hogy váltó félként is. Németországot bejelentkeztek. váltanak? Én szerintem ők ő, ő, az ő tervük ez. Hogy De én én ez én gazdaságilag is realitás. Vagy egyszerűen ő, úgy játszák ő, a politikusban. Azt látjuk, hogy, az? hogy, itt, hogy itt azért sokféle dolog alakul. Abban a pillanatban, amikor látjuk, hogy Ukrajna elképesztően megemeli a haderőnek a létszámát, az még a szövetséges országokkal kapcsolatosan is problémákat vet fel. Az, hogy Lengyelország is egy elképesztően erős hadsereget fog felépíteni. Tehát itt ez tényleg eddig is az egyik legerősebb európai szárazföldi haderő volt, erősebb volt. Tehát, partiba volt mondjuk a némettel, de szép lassan, hogy, hogy haladtak az évek előre, azt lehetett látni, hogy sokkal effektívebbnek tűnik a, 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 a lengyel haderő. Most a, a dél-koreai beszerzésekkel, meg az új fegyverekkel e, óriásokat lépnek előre, olyan szabályozókat hoztak, e, olyan törvényeket hoztak, amelyek lehetővé teszik, hogy a nagyon fontos képességeket a hadsereg érdekében működtesik. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki nem akar, e, Lengyel katona lenni, de a hadseregnek joga van azt azokkal a képességekkel, az a tudással rendelkező embert behívni magához, és hasznosítani ezeket az erőforrásokat. Ez egyébként a gyakorlatban szerinted meg fog valósulni? Mert ez elég abszurdnak és elég félelmetesnek hangzik egyébként. Hát a jogszamályok megalkotásra kerültek, tehát hogy öles léptekkel haladnak egyébként. most hogy van a kötelező hat? Ez Nincs, ez nincsen, ezt ez, ugye a jól emlékszem 2009-ben szüntették meg, de jelen pillanatban egy az önkéntes haderőnek a még szélesebb kiterjesztését, a területvédelmi alakulatoknak a felállítását, a megerősítését célozták meg, és hát láthat, avval, hogy például oda költözik a a NATO parancsnokság Németországból Lengyelországba költözik, ez egy óriási elismerés is az ő részükről, és akkor be kell vallanunk, hogy ez egy erőközpont eltolódást is jelent az Európai Unión belül. Kis Benedek József volt nálunk vendég, aki azt mondta, hogy igen, meg kell nézni, hogy a lengyelek milyen jól csinálják, milyen sok pénzt költenek a haderőfejlesztésre, milyen erős hadseregük van, és komolyan veszik a fegyverkezésnek, meg a védelmi rendszereknek a kialakításának a kérdését. Ezt te is így látod, hogy ez egy pozitív dolog, vagy aggodalomra ad az okot, hogy egy középhatalom az ilyen mértékben készül valamire? Hát azért, ha el szeretném mondani, hogy minden olyan szomszéd, aki itt most Ukrajna és Lengyelország közvetlen szomszédságában van, az elkezdhet aggódni, mert itt az előbb beszéltünk, hogy gazdaságilag, hát hol van Lengyelország ahhoz, hogy majd diktáljon, de attól a pillanattól fogva, amikor nagyon erős katonailag, akkor ezzel ellentételezni lehet. Ez ugyanezt tehát Ukrajnában, hát Ukrajna is elmondta, hogy ő egy meghatározó szereplő lesz itt a térségben és Európában. Hát olyan erős hadsereg fog felépülni, hogy hogy igazából mindenki őrájuk fog majd figyelni. hogy. hogy ez mer, is, nem? És ez teljesen reális. Tehát ezt, 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 ezt meg kell látni, Tehát hogy, hogy a, a gazdasági teljesítménye kapcsán észak nem szereplő. De mégis világpolitikai szereplővé vál az atomfegyverek birtoklása kapcsán, és a másik az, hogy a, a világ negyedik, ötödik legnagyobb hadseregével rendelkezik, és mondjuk egy olyan tüzérséggel, amit a, 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 ami, a ugye, néhány tíz kilométer van Szöúltól a észak-koreai határ, ami akár, akár a főváros is el tudja érni pillanatok alatt. Tehát, hogy hogy ha valaki túl fegyverkezik, arra kénytelenek a szomszédok akkor is lépni, még ha szövetségi rendszer is van. Ez pedig azt jelenti, hogy egy militarizált Európa alakul ki, és akkor amellett, hogy itt egy átalakuló gazdaság, a zöld energiák, meg még sorolhatnánk az összes több egyebet, ami amúgy úgymond problémákat okozhat a, a közeljövőben, hogy milyen életszínvonalon élnek majd mondjuk az európaiak, a, a, a militarizmus az előre fogja hozni azt is, hogy óriási mennyiségű pénzt fognak ezekbe az irányokba tolni, ami majd hiányozni fog a szociális ellátásból, az egészségügyből, az oktatásból, a mindennapi életből, és akkor ez azt is jelenti, hogy egy... Kicsit, kicsit átalakultunk, leszünk, nem leszünk olyan szabadak, nem fogunk olyan könnyen élni, nem fogunk olyan sok helyre utazni, mint ahogy korábban, is, akkor, ahogy nézzük a sajtót, akkor az, az ott is azt látjuk, hogy egy, egy szinte, szinte ilyen e, szovjet állapotok e, uralkodnak, a, a, akár az orosz, akár az ukrán, de akár az európai közéletben is, tehát azért szoktam mondani, hogy még, még szerencsé, hogy mondjuk az Egyesült Államokban azért elég erőteljesek a libertáriánusok, meg a, a konzervatói konzervatívoknak nem, nem a nagyon neokon ága, hogy, 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 a többi hír is megjelenhet. És azért hagyj hívjam fel a figyelmet erre, mert nagyon sokan mondogatták, hogy amiket én itt állítok meg, egyébként ez honnan veszem. És a számomra az a leginkább megdöbbentő, erről már beszéltem, hogy az ukrán médiából az ukrán hírt, amit átveszek, az valaki szerint orosz propaganda, vagy az még inkább megdöbbentő, amikor mondjuk arról beszél az ember, hogy, hogy mondjuk az orosz hadipari kapacitásról beszél, és akkor mondjuk a, a a Wall Street Journalban, vagy pedig a Times-ban, vagy pedig a London times Timesban megjelenő hírt, amit ott készítenek, akkor, és ezt mondjuk el, akkor az orosz propagandává vált. Tehát, hogy annyira érzékeny a társadalom arra, hogy, hogy ő csak a, az ő általa kedvelt elvárt híreket akarja megkapni. Annyira kialakultak ezek a szekértáborok, hogy, hogy, hogy nagyon nehezen lehet velük megértetni, hogy például most a saját szerepemre, hogy én miért vállaltam ezt, vagy miért kezdtem ezzel az egésszel úgy komolyan foglalkozni, hogy miért vállalta az ember a média szerepléseket. De mert hívtunk. Hát az egyik az, hogy hívtatok, ez egy nagyon fontos rész volt, de hogy belül el kellett dönteni, és a belül, amikor eldöntöttem, akkor az volt bennem, hogy amikor hogy mi, mit látunk, hogy azt látjuk, hogy amikor bemennek a szakértők, akkor nagyon elvont stratégiákról, dolgokról beszélnek, és miről nem szoktak beszélni, arról nem szoktak beszélni, az egyszerű emberek amúgy mire vágynak, hogy tekintenek a háborúra, hogy az milyen következményekkel jár az ő életükre nézve, amiről nem beszélnek, hogy az egyszerű katonák mit kell, hogy kiálljanak a, a, a frontvonalakon, milyen szenvedéseken fognak keresztül menni, és hogy, hogy, amiről nem fognak majd beszélni az az, hogy egy háborút megvívott ország, akár nyelt, akár veszített, posztraumás stressztől ö, szenvedő emberek millióit ö, hagyja maga után, ahol majd még az öngyilkosságok, azok majd tízezer számra fogják elvinni az embereket, ahol a tönkrement családi életek, amelyek soha nem tudnak majd helyre igazodni, azok, az, azok sérült ö, gyermekeket fognak eredményezni, hogy, hogy ez évtizedekre ö, szétveri a mindennapok életét, tehát hogy, hogy olyan elképesztő terhet ró az emberi társadalomra, a, ami, ami ezekből a nagy stratégiákból nem látszik.